Közel másfél évtizedes hagyomány, hogy az MLS megyei igazgatósága a tavaszi szezon kezdetéhez közeledve egy futballtornán látja vendégül a labdarúgásban a labdarúgásért dolgozókat. Nyíregyházán a Firófoci csarnokban az elmúlt szombaton hat csapat lépett pályára. A meccseken természetesen minden együttes győzni akart, de ezen a rendezvényen nem az eredmény volt az elsődleges. Nagyon sportszerű keretek között zajlik az egész torna, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb része ennek a szövetségkupának, hogy akik egész évben a megyei labdarúgásért dolgoznak, sokszor ugye a szabadidőt, a családot háttérbe szorítva, illetve annak a rovására, azok egy ilyen rendezvényen egy jó hangulatú kispályás tornán játszanak egymással, a mérkőzések szüneteiben, amikor éppen nem ők játszanak, akkor sportbaráti kapcsolatokat ápolják, a végén pedig egy közös ebéddel szintén lezárjuk ezt a rendezvényt. Egyelőre sérülés még nem történt, ez a legfontosabb. Színvonalas mérkőzések vannak, hat csapat részvételével örülünk neki, hogy a média válogatott is itt van újra, hiszen volt, amikor nem tudtak eljönni, de most megint itt vannak, illetve már két éve folyamatosan egy új együttes is részt vesz ezen, méghozzá a sportegyesületi elnökök csapata, a másik négy állandó résztvevő pedig a játékvezetők, az igazgatóság, az edzők, illetve a kormányhivatal együttese is itt van. A tornát végül a kormányhivatal csapata nyerte az edzők és a játékvezetők előtt. A gólkirály a kormányhivatal játékosa Varga Dávid lett, a legjobb kapusnak csapattársát Tündik Tamás, a legjobb játékosnak pedig az edzőket erősítő Németh Attilát választották meg. Hétfőn Baktaló Rendházán a hagyományos liganapon tájékoztatták a megyebeli csapatok vezetőit, az igazgatóság munkatársai a szezonkezdettel kapcsolatos tudnivalókról. Nyugodtan mondhatom, hogy nem unatkozunk, tehát most már tényleg ugye februárba beleléptünk, ilyenkor eleve már a tavaszi bajnokságok sorsolásaival ugyan elkészültek, de az ottani esetleges ugye van a március 14-e, hiszen ne felejtsük, hogy március 15-e miatt azon a nap ugye nem lehet bajnoki fordulót rendezni, tehát van egy olyan hétvégénk, amikor az összes meccset március 14-ére kellett tennünk, azért a versenybizottságnak ez is okozott munkát, valamint sajnos voltak visszalépő együttesek, illetve hát igen, a legtöbbször ilyenkor az átigazolási bizottságban van mozgás, hiszen az ottani kollégáknak azért ilyenkor mindig a dolga. A megyei első osztályban a jövő hétvégén kezdődik a tavaszi szezon. A másodosztály 3 és a harmadosztály 4 csoportjában március 7-én indul útjára a labda.